Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. A Hogyan lettem ingatlan milliómos epizódja, méghozzá inspiráció. Most nagyon érdekes, én gyerekkoromban azzal kezdtem a kis dolgaimat, hogy inspirálódjak. Én gazdag akartam mindig lenni, nem utasítottam el a gazdagságot, én az akartam lenni, és kész. Látta, a gazdag emberek jól élnek, nagy házakban élnek, nagy kocsikkal járnak, hát miért ne tudnám én is ezt megcsinálni? Tehát tök jó, mert érdekes gyerekként fel sem merül bennem, hogy nem tudom megcsinálni. Hát miért merülne fel? Hát bármit el tudsz képzelni. Ugye felnőtt korban sajnos ezt leveszik rólad, de rólam nem sikerült. Ugyanis én elkezdtem 13 éves koromban olvasni. Hát Rejtő Jenővel kezdtem, az nagyon jó könyvei vannak szerintem, fantáziát nagyon jól tudja fejleszteni, úgyis elképzeltem, megjelentek előttem ezek a Rejtő Jenő szereplők, és nagyon jó volt, mintha egy filmet néztem volna, mikor olvastam ezeket a könyveket, ez tényleg olyan, hogy... Tehát a fantáziát ennél jobban nem lehet fejleszteni, és később áttértem azt, hogy én olvastam rengeteget gazdag emberektől, hogyan lettek gazdagok, valaki tényleg írni, olvasni sem tudott, hát ez még inkább az 1800-as évek, 1900-as évek. És én akkor úgy gondoltam gyerekként is, hogy hát ők gazdagok lettek, milyen szuper, viszont ezt én is meg tudom csinálni, hiszen nekem sem volt az a fajta szülői háttér, nem volt az a, hogy most nekem valaki pénzt adott volna bármire is. Tehát én úgy gondoltam, hát ők meg tudták csinálni, hogy se írni, se olvasni nem tudtak, tényleg szegény sorból származtak, és mégis egy hatalmas nagy vagyont építettek fel, ezért én úgy gondoltam, hogy ezt én is meg fogom tudni csinálni, úgyhogy inspirálódtam először a könyvek által, és azt mondom, hogy a könyvek a lehető legjobb dolgok egyébként erre, olvasod őket, fejleszted a fantáziádat, én úgy gondolom, hogy ennél jobbat gyerekként egyébként, vagy akár fiatalként, felnőttként sem tudsz tenni arra, hogy te egyről a kettőre kerülj, mint hogy tényleg könyveket olvasol, arról a témáról olvasol rengeteget, ami téged tényleg érdekel, és akkor én úgy gondolom, hogy oda is fogsz érni, úgy, ahogy én. Majd meglátod a következő részekben. Szia!